István, illetve távol létét jelezte Czakó képviselő úr, Latko Anita képviselőasszony és később érkezik Mészáros Zsolti képviselőnk, úgyhogy azt hiszem, hogy határozott képesek vagyunk, akkor megnyitnám a mai ülést. A mai ülést javaslom, hogy a kézbesített program szerint tartsuk meg. Szeretném kérdezni, van-e valakinek módosító javaslata a kiküldött programpontokhoz? Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunk a program jóváhagyásáról, ki van mellette. Tartózkodott valaki ellene, hiszen a programot elfogadtuk. Javasló bizottságnak javasló Zilizi Gyulát és Szarkas Zuzannát, ki van mellette. Tartózkodott valaki, két tartózkodással elfogadtuk, köszönöm. Számláló bizottságnak javaslom Jósva Juditot és Tudor Krisztián képviselőket, ki van mellette. Tartózkodott valaki, ellene, egy tartózkodással elfogadtuk. És jegyzőkönyvhitelesítőknek pedig Somogyi Rolandot, illetve Baranyai András alpolgármester urat, ki van mellette. Tartózkodott valaki, egy tartózkodással elfogadtuk, köszönöm szépen. Mai programpont, illetve mai képviselőtestületi ülésünk fő programpontja a költségvetés módosítás elfogadása 2019-es szám alatt. Én megkérném a hivatal részéről talán röviden ismertetni azzal, hogy kiegészíteném, hogy a pénzügyi bizottságnak a elnökével tegnap történt egy egyeztetés a módosítást illetően, úgyhogy ha így egységesen nem tudom, hogy elnök úr, te szeretnéd, de vagy akkor részletesen meg, ha volna kérdésé felelőtt, hát megyünk a egyes tételeken, lesz kérdés, ha lennünk a közösségek. Hát tessék elnök úr, hogyha úgy a tételeket nagyjából ismertetnéd, akkor átadom a szót. Jó, köszönöm szépen, tehát a mai egyetlen témának a közkosztorokat rányított második számunk 2019-ben, amik tegnap meg lettek kitartva. Könyvelő Katalinon ezek a változások voltak a bevételi részén, tehát a Bezsini Prémium, itt a nagyon Prémiumnál van 18 ezer plusszal, tehát ott a többre bevételt várunk, ez korábban egy poplat kínűszor van 10 ezerrel, tehát kevesebb a Clarknál, a következő tétel Straune, tehát ez a Prispec Rodicsa, ez 26 ezer plusszal jelenik meg, következő kultúra, plusz 1000-es, ez egy transfer, utána van itt dotáció Strava, plusz 15 ezer. Ingyen ebédről, igen, szóló történet. Következő a Stavegnisztva, itt a számban 225-tel, DSS, Demo Szocialisztus, egy minuszorban 2045-tel, plusszal, ami van dotáció iskolai plusz 33.481 és Prien Z és plusszal 2.758. Ezek a változások együtt a folyó bevételnél 64.919 eurót képeznek. Kapitál, Prien kapitál bevétele, itt a telekadásból plusz 2.200 euró, utána amik mínuszal vannak, Matyecka skola 2290 plusz és mínusz 19 ezer, ezek a dotációk, igen. Ozsiárnál PO, tehát ez a Ozsiárnál 30 ezer, 30 ezer, ami nem jött meg az idén. Jövőre kerül be utána, ami volt szintén a kamerarendszerre, a szám 21 ezer, ami szintén... Ott éveztük eljött, hogy 28 volt, amit kaptunk, amit volt képviselőtestület ülésen. Na mindegy. Kiadás. Igen, de kijön valószínűleg a költségekből, kijön még egy az által. És a harmadik is itt az utolsó tétel, ez a Domo Szociális Tuzseg, itt a 190 ezer, akkor 200 ezer a kiadás tervezet. Utána kapitál bevételek vannak, mínuszolva 261.200
kiadásra operációit, a premozerezelen fondó itten, ahol visszamezette az 50 ezer. Nem használ része, igen. Elkezdhetünk a kiadási tételekre, de a Kovácsász Pezsinyeri, de több dologban. Sprava Energia plusz 2000 itten többet kiadás. Itt a beszéljük itt az körülbelül a amfiteáter. A reprezentációján csökkentve 3000-rel, szintes 4000-rel, Doprava materiál csökkentve 2000-rel, 3-4-jel, ugyanúgy 2000-rel, Sporegy 1000-essel csökkentve. Padovegos Kovács ugyanis szintén Opravi 4000-rel csökkentve, Reina Zenemi szintén materiál Opravi csökkentve. A következő tétel, ugyanúgy materiál, energia, szúcsbiáza, Reina Prospekt Fenyera, Sport Opravi 11000, a dotáció, amely szintén őre lesz, szintén csökkent a Topravi 2000-rel, a kultúra odvodi odszkúpanya, tehát itt a reorganizációval kapcsolatos kiadások, könyvtár, minuszolva 700-zal, és a zakladás gyermekez a 35000. Összesen, hogy összegezzük plusz-minusz oldalat, 2340 eurót, következő rész a kapitálkiadások, itt a kamerarendszerről minuszolva, Ozsiármázóval 35000 a rekonstrukció, Matyász Kaskol rekonstrukció, Prisztrai Zarjájénnél, itt az állt, ugye? Itt az állt a rekonstrukció az, amit vártottuk ajtót, azt fizettük meg, és a berendezéseket, mivel a dotáció nem jött meg, azért a 111-es fotóról kivettük, és a önnél saját pénzből kifizetünk, mert jövőre lesz a rekonstrukció megoldva, úgyhogy itt azért most a 41-es fotóra, mert önnél saját pénzből lesz kifizetve. Jó, és utolsó tétel az, hogy írt egy DSS, szóval 200 euróval, ezek a változások kerültek plusz 277.675 eurót képeznek. Hát ezek a változások, vagy ezek a változások a továbbadások kerülnek, így befolyásolnak a költségvetésünket, a bevételi részt. A Bezsnyíros Kocsec Szválani volt 2.400.408, itt a változások plusz 64.919 eurót képeznek a Szválani Ukrajnai Rossz Kocsec. 2.765.327 euró. Kapitálami rosszkocset elfogadott volt 548.716, itt a változások mínusszal, tehát 561.288 euró. Így a változások után 287.428, és a finanszírozási operációt volt 377.265 elfogadott. Itt a mi pontunk az a rezervnyi fond 50.737, itt lesz ott a végelemény. 294.028, tehát egybe 3.626.889 volt elfogadott, változások 247.106, és így a változások után 3.379.783 euró. Kiadási rész ugyanígy Pezsinyi elfogadott 2.615.442, változások 1340 euró, végeredmény 516.782, kapitálon 991.000, a 0.47, változások 277.666, hogy a végeredmény 713.341, és a különbség operáció, itt maradt ugyanannyi, az elfogadott 120.700, szóval ugyanúgy végeredmény 3.628.889, mi megegyezünk a elfogadott bevételi része, a változások után 3.350.353 euróosult. Szóval ennyi lenne, hogy változás történik, és amit elfogadásra bocsánatom. Van-e valakinek kérdése az utasításokhoz? Kérdezni, hogy a Majorkárt az a telekeladás, az sikerült eladni, mert teljesen
még nem írt alá, azzal, hogy jelezte, hogy ő szeretne lehet, hogy elállni ettől a vásárlástól, viszont írásban még mindig a szándékát nem jelezte felé, úgyhogy nem is tudom elérni őt egyébként telefonon, meghagyta a telefonszámát, úgyhogy valószínűleg nem lehet testületülésre, hogy a kérdés lesz ennek a nyilvános versenypályázatnak a kérdése, kihirdetése. Nem is volt ott még egy jelentkező, viszont a versenypályázatunk ugye úgy is volt kiírva, hogyha 20 napon belül nem történik meg a szerződésnek aláírása, akkor tulajdonképpen esett a eredmény, úgyhogy itt a főellenőrrel is egyeztetünk, hogy valószínűleg újra ki fog kelleni hirdetni azt a versenypályázatot. Ez egy vesző kalipa. Még valakinek kérdés? Jó, akkor amennyiben nincs, akkor szavazásra tartalak a 2/2019-es számú módosítást költségvetésünkhöz. Ki van mellette, hogy így elfogadjuk? Tartózkodott valaki ellene? Köszönöm, egy hangban elfogadtuk. A betetőnk programpont a polgármester beszámolója címén tényleg csak röviden kapunk egy karácsonyi üdvözletet a Feledi Magyar Óvodások és Óvónéniktől, ezt mivel a képviselőtestületnek is volt címezve, akkor közbeadom. Illetve egy dolgot szeretnék a képviselőkkel megbeszélni, és esetleg vitára bocsátani. Ugye minden évben a faluba, itt a kultúrházba a tűzijáték kerül megrendezésre. Január 31-éről január 1-ére, december 31-éről január 1-ére, évfél után nagyjából 10-15 perccel a bál alatt, és hát gondolom, hogy a képviselők is észlelték, hogy nagyon sok településen a tűzijáték elmarad, és hát a tűzijátékra szánt kiadásokat vagy eperiesi áldozatoknak szánják, vagy pedig hát tudjuk, hogy nálunk is azért most egy elég terjedelmes gyűjtés folyik egy család részére, ahol gondolom, hogy ott is esetleg szükség lehet a kiadásokra, vagy a tűzijátékra szánt költségekre. Úgyhogy én erről szeretnék egy vitát nyitni, hogy mi a képviselőknek a véleménye erről, hogy esetleg maradjon el az idén a tűzijáték és mondjuk a költségeket, akár akkor az említett család javára, vagy pedig tartsuk meg valamilyen szűkített formában, vagy mi a véleményetek egyáltalán. Erre nem akartam ebben egyedül, meg mondom őszintén, hogy dönteni, mert azért gondolom, hogy van azért ennek pro és kontra oldala, és van, aki nagyon várja, van, aki hagyományként tekint rá és számít rá, vannak akik mindig is ellene voltak a állatvédelem, stb. Címén, úgyhogy tessék, mi a véleményetek erről, hogy tényleg beszéljük, hogy egységesen tudjuk valami kompromisszumra lépni, mert ennek van a két oldala van ennek a érvénynek, úgyhogy tessék, Gyula. Fel is akartam hozni, én az mellett lennék a kérdek, mert majdban is, hogyha egész régió, hogy összefogott, akkor én ők olyan, hogy veszek föl. Konkrétan a Matiról beszélsz. Igen, én arra mindenki elterjesre külön, de szerintem van itt ahova költség. Tényleg egész régió, hogy összefogott, akkor én lesz szerintem oda ajánlom. Én rákérdeztek, hogy mennyi összefogott? Én személyesen is szerettem volna ezt dolgot, és nem tudtam, hogy mennyi az összeg, amiről beszéltünk, de szerintem most kivételesen biztos itt vagyunk állni, és következő évek az mellett vagyok, hogy most úgy gondolom, hogy ez rendkívül eset, és akkor fordítsuk ezt a célhoz. Én a tűzjáték mellett szavazok, már a katasztrófa mindig történik a életbe. Az nem okoz azért, hogy ne lehessen a évvégén egy tűzjátékos állni, nem mondod össze az. Én is felvette szavazat, nem tudom, én gyerekeim is nagyon várják, tényleg úgy van, én bízok benne, hogy holnap az a pénz összegyűlik, és már megvan a műtétre szánt pénz, hál' Istennek.
százalék. Már összejött a pénz? Igen. Jó. Akkor 94%-ig van a megvan. Igen, akkor másfél. Számomra, számomra, Beneddel, de
valósággal is erre próbálj meg talán valamit. Csak meg tudjuk tudunk valami szigazd alkotni. 400-at szerintem tudnánk rá. Ide is, oda is. Nézzék, hogy mit akarunk. Akkor mindenkinek valaki az ide. Akkor is ők hogy fognak bejönni, hogy a kongázos faktúrák átúsznak a jövőjébe, akkor ez ilyen biztos van. Szerintem a 10 euróra meg tudod most. 400-at szerintem azért szó. Köszönöm szépen.